A bajnokságban 8 forduló után 100%-os, de a Liga kupában mindkét meccsét elveszítő Nyíregyháza Spartakusz a kupa harmadik fordulójában az NB1-es Mezőkövesdet fogadta. Az első félidőben jól játszott a hazai csapat, amely a 8. percben Patály góljával a vezetést is megszerezte. Szünet után fölénybe kerültek a vendégek, akik Gervai góljával a 65. percben egyenlítettek. A hajrá a Spadié volt, Katona 84. Reznek pedig a 87. percben talált be a Mezőkövesdi kapuba, így a nyíregyháziak kellő önbizalommal készülhetnek a szombati Balmazújváros elleni bajnokira, amelyen két vereség miatt is van törleszteni valójuk a vendégekkel szemben. Szervezetten, lelkesen játszottunk, a szerencsével se álltunk természetesen Addilábon, de azt gondolom, hogy a végjáték miatt megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Nagyon lelkesen, fegyelmezetten és helyenként jó teljesítménnyel rukoltak elő a srácok, úgyhogy szerintem kimondottan jó mérkőzés volt. A szombaton 15 órakor kezdődő mérkőzésen a legutóbb kiállított Szokol Zsoltra nem számíthat Luzsánszky Tamás, a soproni meccse sérülés miatt kihagyó Bajzát Péter játékára azonban van esély.